Hosanna! 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 Hosanna a magasságban! Hosanna! Hosanna! Hosanna a Dávid fiának! Áldott ki ő az Úr nevében! A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Dicsérjük Isten testvérek, és énekeljük a 331. ének első versét fennállva. A 331. énekünk így kezdődik. A nagy király jön, Hosanna, Hosanna. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Lukács evangéliuma 19. részének 28-tól 48-ig terjedő verseiben, amit ülve hallgassunk meg figyelemmel. A Lukács evangéliuma 19. részének 28. és következő verseiben így szól Isten igéje. Miután ezeket mondta Jézus, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közelért Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttünk levő faluba, és amikor beértek,
találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Ekkor akiket küldött, elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Amint oldozták a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamárcsikót? Mire ők így feleltek? Mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felső ruhájukat rátették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruháikat, mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága kezdte örvendezve fennhangon dicsérni az Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották, áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki, Mester, utasítsd rendre tanítványaidat. Ő azonban így válaszolt, mondom nektek, ha ők elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta azt és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipolnak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik ott árusítottak, ezt mondva nekik, megvan írva, az én házam imádság háza lesz, ti pedig a rablók barlangjává tettétek. Aztán naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői pedig arra törekedtek, hogy elpusztítsák, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép, hallgatva őt, rajongott érte. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünk befogadásán. Imádkozzunk! Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus, segíts, hogy őszintén meg tudjunk alászkodni most előtted, és ne csak a szánkkal valljunk téged királynak, hanem a szívünk mélyén is meglegyünk győződve arról, hogy ma is te vagy az uraknak ura és a királyok királya. A tiéd minden hatalom menjen és földön. Bocsáss meg, hogy miközben ezt tudjuk, aközben mégsem engedelmeskedünk neked sokszor. Bocsáss meg, hogy miközben királynak vallunk, nem akarunk a te engedelmes alattvalóid lenni. Egyáltalán félünk attól, hogy alárendeljük magunkat, akaratunkat, egész lényünket a te királyi felségednek. Bocsáss meg sok lázadásunkat, akaratod elleni tiltakozásunkat, bocsáss meg, hogy parancsaidat nap mint nap megszegjük, és olyan ritkán kérdezzük őszintén, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Légy irgalmas nékünk, és kérünk, ragyogtasd föl előttünk most a te királyi személyed nagyságát. És ezen a héten különösen is hadd ragyogjon előttünk a te kereszted, amelyen megoldást hoztál ennek a világnak, nekünk, mindannyiunknak sokféle nyomorúságunkra. Hadd értsük jobban, Urunk, a te kereszthalálod és feltámadásod titkát, és hadd tudjunk következetesen ennek megfelelően élni. Így szólíts meg minket most királyi hatalommal és a te mérhetetlen nagy szereteteddel.
Áraszt kérjánk szent lelkedet, hogy ő győzzön meg minket arról, hogy ki vagy te, és kik vagyunk mi. És melyik az az út, amelyen, ha követünk téged, az egyre gazdagabb életbe jutunk. Könyörülj rajtunk, hogy a bennünk lévő fájdalom, a kételjeink, a fáradtságunk ne akadályozzák, hogy eljusson hozzánk a te teremtő szavad. Könyörgünk, adj igazi vigasztalást azoknak, akik most gyászban vannak. Hadd lássanak túl a könnyeiken és az emlékeiken. Kérünk, hogy ajándékozz meg minket élő reménységgel. Olyan hittel, amelyik nem csak a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra is. Amelyik terejád néz. És te adj mindannyiunknak választ a kérdéseinkre. Vigasztalást, reménységet a csüggedésünkben. Adj nekünk új életet a te neved által. Amen. Isten bűnbocsátó szeretetét az ige szavaival hirdetem. Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Amen. Folytassuk a megkezdett 331. éneket, és énekeljük a második és harmadik verseit, és ügyeljünk arra, hogy úgy szép ez a Zsoltár dallam, hogy az első 5 hangot hosszan énekeljük, és utána lendülünk bele. A 331. ének második és harmadik versét, Ó Szentegyház, hívek boldog országa.
kérünk, Urunk, hogy tedd a Te igédet a mi életünkben élővé és hatóvá, és könyörülj rajtunk, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói lehessünk. Amen. Isten igéjét hallottuk az imént a Lukács evangélium a 19. részéből, annak 33. és 34. verseit ismét olvasom. Amikor oldozták a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük, miért oldjátok el a szamárcsikót? Mire ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Kedves testvéreim, virágvasárnapot Jézus jeruzsálemi bevonulásának az emlékére ünnepeljük. Ezen az ő kereszthalálát közvetlenül megelőző vasárnapon sok fontos esemény történt Jeruzsálemben, mint ahogy azt hallottuk is az előbb az evangéliumi rész fölolvasása során. És éppen ezeknek az eseményeknek kapcsán derült ki az, hogy ki milyen közel került Jézushoz az azt megelőző időben. Kinek van valóban közössége vele, ki kötelezte el magát a megváltó mellett, és ki az, aki csak ott volt, hallott egyet-mást, de ez nyomtalanul múlt el az életében, és minden marad úgy, mint régen volt. Roppant jellemző az, hogy milyen sokan tolonganak Jézus körül eznek a vasárnapnak a reggelén, és milyen kevesen maradtak ott mellette, amikor már meghalt a kereszten. Rohamosan fogy a Jézust körülvevő sokaság, mert működik a rosta, és kihullanak azok, akik szív szerint nem tartoztak hozzá. Isten ezen a szép ünnepen pontosan ezt kérdezi most tőlünk, tőled, oda tartozol-e szíved szerint Jézushoz? Úgy, hogy kész vagy végigmenni vele az ő útján. Vagy valahol útközben te is leszakadsz. Nos, éppen ezért kövessük végig azt az utat, amit a mi megváltónk Jeruzsálembe való bevonulásától a keresztig megtett, és egy-egy állomásnál álljunk meg egy kicsit, és látni fogjuk, hogy miért fogy a sokaság. Mindenek előtt azokat nézzük meg, akik nem hozsánnáztak a virágvasárnapi menetben. Akik nem vonultak ki az utcára, képletesen szólva, ők a járdáról nézték, hogy mi történik, vagy még inkább a házuk ablakából figyelték az eseményeket. Ők aggodalommal, vegyes megvetéssel nézték mindazt, ami virágvasárnapon történt. Aggódtak, mert ahogy olvassuk, attól féltek, hogy az egész világ Jézus után fog menni, és megvetették a kiabáló, hozsannázó sokaságot. Az ő számukra egyértelműen kellemetlen jelenség volt Jézus. Jézus puszta jelenléte, az ő tiszta személyisége szakadatlan kritikát jelentett az ő kétes értékű erkölcsiségükkel, hazafiaskodásukkal és vallásoskodásukkal szemben. Az a szelídség, ami Jézusból áradt, az, amilyen egyszerűen és mégis hatalommal tudott tanítani, nem úgy, mint ők, Jézusnak a lényegre törő éles kérdései, az az egyértelmű, belsőleg teljesen szabad személyiség, aki ő volt, folyamatosan bírálta az ő magatartásukat és szemléletüket. Éppen ezért ők nem álltak be virágvasárnap sem a hozsannázó sokaságba. Ők tudták, hogy kivel állnak szemben. Ők szemben álltak Jézussal. Az ablakból nézték hűvös megfigyelőkként, és közben arra készültek, hogy különösebb feltűnés nélkül hogyan pusztíthatják majd el. Ne siessünk tovább. Hadd kérdezzem meg, hogy nem így ültök ti sokszor itt a templomban? Ilyen udvarias eleganciával, ilyen hűvös megfigyelőként. Miről beszél a lelkész? És ha nem arról, amit vártunk, akkor az sem jut el a szívünkig,
amit az élő Krisztus akart mondani az életünk megmentésére. Mert megvannak az igényeink, csúnya ma használt szóval az elvárásaink, és ha nem azt kapjuk, amit kértünk, akkor nem kell. Mint aki lehúzza a redőnyt, és csak úgy mögülle kukucskál ki. Tisztán nem is hallja, hogy mit mondanak ott kint, de nem is hallani akar, ő nézője az eseményeknek. Márpedig Isten igéje azt mondja, hogy a hit hallásból van, mégpedig az Isten igéjének a hallásából. Aki ilyen hűvös tartózkodással nézi, hogy mi történik itt, az esetleg a templomban ülve fog elkárhozni. Isten őrizzen meg mindnyájunkat ettől a magatartástól. A sokaság nem ilyen, a sokaság ünnepel. A tömeg éljenez, s kiabálják a hozsánnát. Idézik a Zsoltárból, és várják, hogy Jézus valóban olyan messiás legyen, amilyet ők elképzeltek maguknak. Ebben a hozsannázásban sokféle fájdalom, keserűség és sok-sok vágy szólal meg. Most végre kikiabálhatják magukat. Sokan vannak, és olyankor könnyebb kiabálni. Az, hogy lelkesedik a tömeg, még önmagában nem baj. Meg kellene tanulnunk nekünk is újra lelkesedni. Azért, azokért, akikért érdemes. Valós értékekért. Elfelejtettünk lelkesedni. Ijesztő testvérek az, amit a gyerekek és a fiatalok körében tapasztalok, hogy mennyire nincsenek eszményeik, hogy milyen sokan nem tudnak őszinte könnyeket sírni, nem szorul össze a szívük, nem tudnak meghatódni, megrendülni, hogy milyen sokan nem tudnak önfeledten kacagni. Meg kell tanulnunk lelkesedni. A lelkesedés azonban még nem elkötelezettség. Lelkesedni, különösen ilyen helyzetekben, mint ott virágvasárnap volt, viszonylag könnyű. De figyeljük meg, hogy kit ünnepel ez a sokaság virágvasárnap. Látszólag Jézust, de egyáltalán nem Jézus van az ünneplésük középpontjában, hanem ők maguk. A saját vágyaik valóra válását remélik. Itt senki nem kérdezi azt, hogy Uram, te mit akarsz? A Hósianná azt jelenti, hogy segíts most, segíts ki minket ebből a helyzetből. És még azt a világos jelbeszédet sem értik, amit Jézus azáltal közölt a sokasággal, hogy szamárháton vonult be Jeruzsálembe, nagyon tudatosan vállalva ezzel a zakariási proféciát, hogy ő olyan uralkodó, aki nem ránt kardot senki ellen, aki szelíd és így szabadító. Ez a két szó egyáltalán nem volt egymás mellett az emberek tudatában. Hogy lehet szabadító az, aki szelíd? És miért maradt szelíd az, aki szabadítónak jött? Ők azt várták, hogy ráncson végre fegyvert, és mondja, hogy kit kell püfölni. És erre vállalkoznak. Mert régóta sok elfojtott keserűség és megaláztatás volt a szívekben. Ez a szelep kezd kinyílni a hozsannázásban, és ezt várnák Jézustól is. Itt nem az a vágyuk az embereknek, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjünk, az a vágyuk, hogy Uram, hajtsd végre azt, amit mi akarunk, amit mi szeretnénk, amire mi vágyunk. És egyáltalán nem értik azt, hogy Jézus pontosan ezt az új természetet hozta mindannyiunknak, amelyik szelíd és úgy szabadító, illetve megszabadult. Ez a sokaság a saját hangját élvezi virágvasárnap, és nem Jézus hangjára figyel. Isten őrizzen meg ettől is minket. Egy kicsit hasonlít ehhez az, amikor valaki kiereszti a hangját a templomban és harsog egy éneket, de oda sem figyel arra, hogy miről szól a szövege, és nem a saját szívéből fakadó Isten dicsőítésként mondja azt. Élvezi a hangját. A virágvasárnapi sokaság sok tekintetben ilyen volt. Ezért nem marad Jézus az utcán, hanem a kis szamárral egyenesen a templomba megy, ott leszáll róla, és a templomban rendet teremt.
és innen már sokan visszafordulnak. Mert ez már botránkoztató. Addig, amíg másokat lehet ítélgetni, amíg élvezettel lehet sorolni, hogy kinek milyen bűne miatt jutottunk oda, ahol vagyunk, addig szívesen benne vagyunk. De amikor Jézus a te pénzváltó asztalodat borítja föl, és a te galambocskáidat engedi ki a kalitkából, akkor megbotránkozik az ember. Nem ezt vártuk tőle. Nem ilyen messiásra számítottunk. Mutassa meg, hogy kit kell ütni. De amikor az ostor esetleg minket ér, és ő a templomba úgy lép be, mint sajátjába, komolyan veszi azt, amit mondtak neki, hogy király, és elkezdi az uralmát gyakorolni, akkor sokan visszahőkölnek. Neki ugyan ne parancsoljon. Igaz, hogy ő harsogta még előtte, hogy király, na de hát azt nem úgy gondolta, vagy nem vette komolyan, vagy maga se tudja, hogy miért harsogta. Mert sok mindent mondunk mi, amit nem veszünk komolyan. Ezért mondta azt Jézus a hegyi beszédben, hogy nem mindenki, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Mondani könnyű. Hozsánnázni az utcán könnyű, főleg, ha sokan kiabálják. Itt az úrasztalánál szép ruhában elmondani, hogy holtomig, holtáig hűséges leszek hozzá, ez könnyű. De amikor néhány év múlva azt mondja valaki, hogy szakíts a szeretőddel, és csak azt szeresd, akinek megígérted, hogy holtodik holtáig, akkor megsértődsz. Mint ahogy többen megsértődtek már, amikor efélét kellett mondanom nekik. Egy keresztelőn elmondani, hogy úgy nevelem, hogy megismerhesse Jézust, az könnyű. De amikor 10 éves koráig nem hallja a gyereket tőled Jézus nevét, és sose látott még otthon imádkozni, és ismeretlen az, hogy elővennétek a Bibliát, és Isten dicsőítő éneket énekelnétek, akkor hogy számolsz el Istennek ezzel a fogadalommal? Könnyű az élet ünnepi pillanataiban szépeket és nagyokat mondani, de aztán nehezebb azokhoz konzekvensen, következetesen ragaszkodva az engedelmesség keskeny útján járni. Márpedig a mi életünk is nagyon sokszor hasonlít ahhoz, amilyen a jeruzsálemi templom volt ezen a világvasárnapon. Ugye tudjátok azt, hogy a pogányok udvara arra volt fenntartva, hogy oda jöhessenek Istent kereső pogányok, és ott halljanak róla, és imádkozhassanak csendben. Ide nyomult be az üzlet. És az áldozati állatokat, amiknek az árusítását valahol másutt szabad volt folytatni, behozták oda, meg a pénzváltók is ott működtek, mert így kényelmesebb volt az embereknek, és jövedelmezőbb volt a templom üzemeltetőinek. Kiszorult a misszió, és elfoglalta helyét az üzletelés. Megszűnt a csend és a csend lehetősége, és benyomakodott oda is a világ. Ó, hogyha most elkezdenénk részletezni, de sok hasonló pontot találnánk. Úgy elvileg mi is tudjuk, hogy milyen nagy szükségünk van a csendre, az Isten előtti megállásra. Talán vannak olyan tapasztalataink, hogy egy-egy ilyen csendes fél órában értettünk meg igazán világosan valamit, de jó, hogy akkor úgy döntöttünk, Isten megkönnyörült rajtunk, irányította a gondolatainkat. Na de ki ér rá fél órákat csendben eltölteni Isten előtt? Reggel nincs idő, mert éppen csak odaérünk a munkába, este nem tudunk már, mert belealszunk az imádságba. Hétközben ugyan kérem, hova gondol, hétvégén, hát be kell pótolni mindazt, amire hétközben nem volt idő. Amíg aktív vagyok, azért nem érek rá, mióta nyugdíjas vagyok, sokkal több a tennivalom, mert hétbőrt húz le rólam a család. Mikor? Majd, ha meghalunk. De hova kerülünk, ha meghalunk? Az én atyám háza imádság háza. Ti pedig a rablók barlangjává tettétek, mondja itt Jézus, nem válogatva a kifejezéseket. Kiszorítja Istent, kiszorítja az engedelmességet, s lehetetlenné teszi a missziót, hogy másoknak hitelesen, bátran,
nagy szeretettel beszéljünk Jézusról, mint szabadítóról. Az a világ, amelyik körülöttünk van. És amikor Jézus megjelenik és rendet teremt, akkor rossz néven vesszük. Ezért maradnak le sokan itt már. Márpedig itt kezdődne igazán a Krisztus követés. Amikor az utolsó vacsora végén Jézus megmosta a tanítványok lábát, és Péter ez ellen tiltakozott, akkor mond neki a megváltó egy nagyon meghökkentő kijelentést. Ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs hozzám. Amíg én nem engedem, hogy ő megtisztítsa az életemet, hogy ő kidobáljon az életemből mindent, ami szerinte nem odavaló, és az eredeti rendeltetését állítsa helyre, addig semmi közöm nincs hozzá. Akkor sem, ha én is hozsánnáztam. Akkor sem. Mert ha komolyan veszem azt, hogy ő király, akkor most kezdhetem ezt bebizonyítani, hogy amit mond, azt csinálom. Azok Krisztus elkötelezett követői, akiknek a szemléletét az jellemzi, amit az itt említett szamárcsikó gazdájának a magatartása tükröz. És a világvasárnapi színes történet sorozatból most ezt a részletet szeretném különösen is a szívetekre helyezni. Gondolkozzunk ezen még délután is majd. Jézus elküldi két tanítványát, hogy a szomszéd faluban látnak megkötve egy szamárcsikót, hozzák el. Na de hát annak vannak gazdái. És ha megkérdezik, hogy hova viszik, mit mondjanak? Mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. El is mennek, minden úgy történik, ott van megkötve a kis szamár, eloldják és vezetik. És jön a gazda, hogy ho-ho, hova viszitek? Az Úrnak van szüksége rá. Ja, az egészen más. Akkor vigyétek. Ez már tanítványság. Amikor Jézus bejelenti a jogigényét, a tulajdonjog igényét, akármire, amiről azt gondoltam, hogy az enyém, akkor a legtermészetesebben rendelkezésére bocsátom. Sőt, megtisztelve érzem magamat, hogy valamire szüksége van. Hiszen nem csak az a valamim az övé, én magam is az övé vagyok. Ő rendelkezik velem. És ez nem elmélet, hanem amikor elkezd rendelkezni, akkor én azt mondom, hogy igen. Ez már több, mint a hozsannázás. És ez már mindig nehezebb. De készek vagyunk-e erre? Amikor ő szabja meg az időbeosztásunkat, a pénzünk beosztását, amikor ő dönti el, hogy kivel barátkozunk és kivel nem, milyen nézeteket teszünk a magunkéivá és milyeneket nem, amikor ő ténylegesen abszolút tekintély lesz az életünkben. Vannak, akik nem is csatlakoznak a menethez, csak megfigyelő állásból nézik. Vannak, akik hozsannáznak, éltetik őt és várják tőle vágyaik valóra váltását. És vannak, akik bemennek a templomba és engedik, hogy megtisztítsa az életüket. Olyan jellemző, Máté leírja az evangéliumában, hogy a templom megtisztításának a végére már csak néhány gyerek, meg néhány vak és sánta volt ott Jézus mellett. A gyerekek tovább hozsannáztak akkor is, amikor az már veszélyes volt, és már épeszű felnőtt nem hozsannázott. A betegek meg engedték, hogy meggyógyítsa őket. Aki mer úgy jönni Jézushoz, mint kisgyermek, és vállalja őt, mint az életét megtisztító királyt is, az megy vele tovább az úton, és aki tudja magáról, hogy rászorul az ő gyógyító hatalmára, és engedi, hogy meggyógyítsa, az megy vele tovább az úton. Többiek kimaradtak az utcán. De innen is tovább vezet Jézus útja, innen egyenesen Kajafás és Pilátus kihallgatási termébe viszik őt. Ki megy vele oda? Azt olvassuk, hogy Péter követte őt távolról, hogy lássa, mi lesz vele. Aztán leült a főpap szolgáival ott az udvaron, amíg Jézust bent vallatták és ütötték, verték.
És ott történik a baj, amikor valaki fölismeri, hogy ő is Jézus tanítványa volt, és ezt letagadja. Pedig előző este fogadkozott, hogy Uram, én kész vagyok veled börtönbe és a halálba is menni. Jézus akkor mondta, hogy majd meglátod, hogy mire vagy kész, nem szól addig a kakas, míg háromszor megtagadsz engem. Kajafás udvarán a Jézusnak szánt ütés már azokat is érte, akik hozzátartozónak vallották magukat. És Péter elugrott ez elől az ütés elől. Tovább ment Jézussal, de nem vállalta érte a veszedelmet. Csak zárójelbe jegyzem meg, de nagyon nyomatékosan, hogy Jézus viszont ennek ellenére vállalta Pétert, és amikor az ő feltámadása után abban a csodálatos, meghitt beszélgetésben sok mindent tisztáznak, akkor újra tanítványául hívja el, és apostolául küldi el. Ha mi is megtagadtuk már őt, szégyeltük, hogy hozzátartozunk, és úgy érezzük, hogy ezen csak sírni lehet, akkor csak sírjunk őszinte bűnbánat könnyeit, de ne feledjük, hogy Jézus ennek ellenére tanítványának tart, vagy kész újra visszafogadni. Viszont ezzel számolnunk kell, hogy ha tovább megyünk Jézussal az úton, akkor ő érte, esetleg szenvedést is vállalni kell. Készek vagyunk-e erre? Készek vagyunk-e őről beszélni, a hitünket megvallani akkor is, ha előre tudhatjuk, hogy emiatt legjobb esetben elhúzzák a szájukat, akik hallják. Vagy utána a hátunk mögött számunkra nem hízelgő jelzőkkel illetnek. És ez miért baj? Ez vele jár a Krisztus követéssel. Isten gyermeke ezt nem tragédiának tekinti, ez minősíti a Krisztus követést. Ha olyan közel vagyok Jézushoz, hogy a neki szánt ütés engem is ér, akkor a legjobb helyen vagyok. Egyedül ott vagyok biztonságban. Hát az ő követésére indultam el, nem? Vagy nem gondoltam komolyan? Hát ha ezt komolyan gondolom, akkor ott is követni kell őt, és ott is mellette maradni, ahol ennek valami ára van. Készek vagyunk-e ezt is vállalni? És hogyha valaki azt mondja, kicsit fölényesen, hogy te természettudományosan képzett ember vagy, hogy tudod ezt összeegyeztetni a hiteddel, akkor a Biblia szavaival élve, készek vagyunk-e megfelelni a bennünk lévő reménységről szelíden és tisztelettudóan? Egyáltalán nem kell zavarba jönni, el tudjuk-e mondani, hogy mit jelent nekünk Krisztus. Vagy ha bölcs tanácsadóink azt mondják, hogy most már aztán legyen vége, itt most te következel, üss vissza, akkor eszünkbe jut el a virágvasárnapi király, aki szamárháton vonult be Jeruzsálembe, hogy tüntetően értésükre adja az embereknek, ő szelíd és útszabadító, és semmilyen helyzetben nem hajlandó erőszakhoz folyamodni. Vagy ha azt mondják a lányainknak, mert mondják ám, hogy neked még nem volt dolgod fiúval, és csak azért, mert hívő vagy, akkor tudják-e a hit alázatával és bátorságával vállalni, hogy csak azért, és egy tablettáktól és kaparókanalaktól tönkretett nemzedékben tudnak-e majd egészséges mélyben egészséges gyerekeket kihordani, akik a párjuktól származnak, és azokat Isten dicsőségére fölnevelni. Nem egyet, nem kettőt, amennyit Isten ad. Miközben harsog a hahota, hogy soha, soha, soha. És mindez nem dacból, nem provokálva, hanem engedelmességből. Ha ez az engedelmesség következik valakinek az életében, abból, hogy Jézus Krisztus tanítványa. Itt már nem sokan követik Jézust. Itt már lelemaradoznak az emberek. Kevesen hajlandóak áldozatot hozni, árat fizetni azért, hogy ők az ő tanítványai. Pedig még innen is tovább vezet az út. Mert Kajafás és Pilátus elől végül is a Golgotára vitték a megváltót.
kimegy ő vele egészen a keresztig. Ott már csak János volt, meg az a három asszony, aki siratta őt. Ennyire leapadt a nagy sokaság. Márpedig a tanítvány útja a keresztre kell, hogy vezessen. Ez a magatartás az, amikor a hívő ember számára nem idézhető aranymondás, hanem életgyakorlat, hogy élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet a testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Galata 2:20. Itt már ez valóság. Élek, sőt most élek csak igazán, de nem én. Az én akaratom, az én vágyaim, az én elképzeléseim félreálltak a király útjából. Jézus királysága ténylegesen élvényesül az ilyen ember életében. Vagyis az Isten országa valóságosan eljött az ilyen ember életébe. Az Isten királysága megvalósul. Mindenestől használhatja már Jézus az ilyen embert. Elmegyünk-e vele egészen idáig? Könnyű az ablakból kibicelni és megjegyzéseket mondani. Viszonylag könnyű beállni a tömegbe, és kiabálni azt, amit mindenki más kiabál, még ha az igaz és kedves, akkor is. Ennél már nehezebb bemenni a templomba, és elfogadni, hogy Jézus rendet csinál az életünkben. Még nehezebb szenvedést is vállalni érte, és a legnehezebb az, amikor egészen megadja magát az ember, és azt mondja, hogy mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ezért fontos kérdés, testvérek, hogy meddig megyünk mi Jézussal. Mielőtt az utolsó bekezdést mondom, az már csak néhány mondat lesz. Hadd olvassam föl Túlmezei Erzsébetnek egy versét, amelyiknek a címe is ez, hogy meddig. Uram, te neked sok a Pétered, sokak a nagy csütörtök éjszakáid, és olyan kevés a csendes Jánosod, aki nem ígér, nem fogadkozik, de elkísér egész a Golgotáig. Mert olyan könnyű azt kimondani egy izzó percben, meghalok veled. De annyi minden visszahúzna még, ha ránk borul a szörnyű éjszaka, ha megérint a fagyos lehelet. Talán csak egy kisgyermek mosolya, vagy a hitves, könyvfátyolos szeme. Susognak a szélben ringó habok, a halászbálka, otthon képe hív, ó, legalább búcsúzni kellene. Hamu alól az életösztön is felparázslik, ó, ilyen hirtelen. Egy percre olyan szép lesz a világ, átölel minden színe illata, s már el is hangzotta, nem ismerem. Uram, te neked sok a Pétered. Sokak a nagy csütörtök éjszakáid. Bár lehetnék én csendes Jánosod, aki nem ígér, nem fogadkozik, de hű marad egész a Golgotáig. Mert csak aki egész a Golgotáig hű marad, annak mondja végül is a király, aki győz, ül az én királyi székembe velem, amint én is győztem, és ültem az én atyám királyi székébe. Mert végül is a mennyei dicsőségbe vezet ez az út. Per crucem ad lucem, kereszten át a fényességbe, a dicsőségbe. Készek vagyunk-e onnan, ahol éppen most vagyunk, tovább lépni. Sose engedjünk semmilyen kísértésnek. Ezt játssza el az, aki útközben lemarad Jézus mögül, hogy üljön az ő királyi székébe vele. Jó lenne, ha ezt a hetet valóban csendes, bőti hétnek tekintenénk mindnyájan. És belenéznénk az ige tükrébe,
engednénk, hogy Isten győzzön meg, hogy hol vagyunk mi most, és onnan lépnénk előbe. Legyen most csak ugyan imádság az ajkunkon az ének, és így könyörögjünk, hogy egyszerűvé formálj belső lelki képpen, tisztogasd meg szívem, jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lent templomoddá szívem, lelkem, és ne lakhasson más e szívben. A 165. ének 5. és 6. verseit énekeljük. Egyszerűvé formálj. Imádkozzunk. Úr Jézus, te látod, hogy sokszor megvan bennünk a jó szándék, de a jó megvalósítását már nem találjuk. Megvalljuk, hogy olyan könnyen megbotránkozunk mi is benned, annyira arra van beállítva a mi szívünk is, hogy vágyainkat teljesítsd. Nekünk is megvannak az elképzeléseink rólad és a saját jövőnkről. Segíts, hogy feltétel nélkül tudjuk kérdezni, hogy mit akarsz, hogy cselekedjünk. És támogassa te lelkeddel, hogy cselekedjük is azt azonnal. Könyörülj rajtunk, hogy ne áldogáljunk és nézzünk utánad, hanem engedjünk a te hívásodnak és kövessünk téged. Köszönjük, hogy te nem csak a bűneinket akarod elvenni, hanem minket magunkat akarsz birtokba venni. Bocsáss meg, ha még mindig félünk ettől. Bocsáss meg, ha mi a magunk urai akarunk maradni, sőt téged is föl akarunk használni céljaink elérésében. Légy irgalmas nekünk, ezért az istentelen gőgért. És segíts, hogy igazán összetörjünk előtted, és megalázzuk magunkat, és értsük és higgyük, hogy te király vagy, és a legnagyobb kiváltság ezen a földön, ha valaki a te alattvalód lehet, és szolgálhat neked már itt, és majd oda át is örökkön örökké. Segíts ezt elkezdenünk most. Így adj bátorságot vállalni téged, az evangéliumot, és te érted bármit. Így segíts érlelődni a hitben odáig, hogy valóban nem mi éljünk, hanem te élj bennünk egyre hatalmasabban. Hogy hadd történjen meg majd az is, amire mi oly méltatlanok vagyunk, hogy veled legyünk a te dicsőségedben. Könyörgünk, szenteld meg az ünnepeinket, könyörgünk népünkért, hazánkért, egyházunkért, az evangélium terjedéséért,
könyörgünk a teológusokért, hogy élő igét hirdessenek a legációban. Könyörgünk, őrizd meg mindnyájunkat, hogy méltatlanul vegyik a kenyeret és az Úrnak poharát az úrvacsorában. Növeljed a mi hitünket, és beszélj velünk kegyelmesen tovább is még ezeken a gazdag igéken keresztül. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ülve maradva hallgassuk meg az előbb említett igerészt, a Máté evangélium a 21. részének 14. és következő verseiből. A templomban vakok és sánták mentek Jézushoz, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók meglátták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsánna a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak Jézushoz. Hallod, mit mondanak ezek? Ő így válaszolt nekik, hallom. Sohasem olvastátok, gyermekek és csecsemők szájából szereztél magadnak dicséretet? Amikor a világvasárnapi sokaság már nem hozsannázott, a gyermekek a templomban még tovább folytatták. Kicsi Annának a puszta itt léte, Isten dicsőítése. Az, hogy ő egyáltalán van, hogy itt van, hogy egészséges, hogy fejlődik, az, hogy az édesanyja is itt van és egészséges, ez egyértelműen dicsőíti Istent. Sokakat megszégyenített Isten ezzel. És sokakat, akik egy bő évvel ezelőtt ezért kiáltottunk, hogy Hósianna, segíts most, megerősített abban, hogy nyugodtan rábízhatjuk magunkat és magzatainkat arra az Istenre, aki ma is uraknak ura és királyoknak királya. Legyen ezért övé a dicsőség, és sose halkuljon el ajkunkon a hála. De legyen ez biztatás is a számotokra, hogy aki mindennek ellenére ajándékozta nektek ezt a gyermeket, gondja lesz rá továbbra is, és aki életet adott neki, tud neki új életet, örök életet is adni. Nagy kiváltság az, hogy ebben titeket is fölhasznál eszközeiül. Hangozzék a Hozsánna továbbra is, az imádság, a hálaadás, a könyörgés, és éljetek előtte úgy, hogy hadd ismerje meg a ti életetekből is azt a Jézust, aki szerette őt is, és önmagát adta érette. Így adjunk dicsőséget őneki, és mielőtt ezért együtt is imádkozunk majd, szülők és keresztszülők, két kérdésre feleljetek még hallható szóval. Azt kérdezem először, akarjátok-e valóban, hogy ezt a gyermeket az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadjuk? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, hogy úgy nevelitek őt, hogy az élő Istenbe vetett hitéről és szeretetéről egyszer a konfirmációja alkalmával majd ő maga tehessen vallást a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük. Valljuk meg a mi hitünket, és mondjuk mindannyian ővelük az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra.
harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Adjunk hálát és könyörögjünk együtt, imádkozván eképpen. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk azért, mert nálad van az életnek forrása, és a te világosságod által láthatunk mindnyájan világosságot. A te ajándékodnak tekintjük ezt a gyermeket, köszönjük, hogy egy időre rábíztad a szüleire, szeretteire, kérünk, adj nekik bölcsességet és engedelmességet, hogy a te rendelésed és intésed szerint neveljék. Kérünk, hogy te legyél Úr az ő családjukban, élő Urunk Jézus Krisztus, és engedd, hogy ez a gyermek is megismerjen majd téged, és tanítványod legyen. Kérünk, hogy rád tudják bízni továbbra is minden gondjukat, várják tőled mindazt, amit megígértél, és végezzék mindazt, amivel megbíztad őket. Magasztalunk téged, mert imádságot meghallgató Isten vagy, és kérünk, hallgass meg ezt a mi könyörgésünket is, jobban, mint ahogy azt hinni és elgondolni tudjuk. Amen. Anna, keresztellek én téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Amen. A kegyelemnek és szeretetnek Istene áldja ő. Jön téged az Isten. A 464. ének 4. verse így kezdődik, van hatalma, de rá tudom, míveld édes Jézusom. Thank you.
Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját teljád, és adjon néked békességet. Amen.